A magyar kultúra napján szembe kell nézni a legsúlyosabb problémákkal, mondja Hiller István. Az MSZP országgyűlési képviselője szerint a politikának nem diktálni kell a kultúrában, hanem biztosítani az alkotói szabadságot, de ma Magyarországon a hatalom az intellektuális tér elfoglalását akarja. Vendégünk Hiller István. Hát ha hatalomról beszélünk, valószínűleg az mindig az intellektuális tér elfoglalását is akarja, mert a hatalom az mindent akar. De vajon jó ez így? Hiller István, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem, én ezzel nem értek egyet. Ez a kultúráról és a kulturális politikáról való felfogások között igen jelentős különbség. A kultúrát nem lehet legyőzni. Hódítására, meghódítására többféle kísérlet volt. Én úgy látom, hogy most is ez folyik. De legyőzni nem lehet. A kultúra egyik éltetője a tehetségen túl ugyanis a szabadság, azt az alkotói szabadság, hogy eszedbe jut valami, hogy le tudod festeni, hogy el tudod mondani úgy, ahogy más nem. Most mondok két hírt, de ez most jutott eszembe. Na tessék. Az egyik hír. Anglia uralkodója Edward látogatást tett birodalma egy távoli szegletén. Az utat szürke lovon tette meg. Jön a B-hír. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond. Mennyit ér a Velszi tartomány? Nem készültem ezzel, csak most, ahogy kérdezett, jutott eszembe, és a két dolog között a különbség a szürke hír, nem a szürke ló, a szürke hír és az aranyvers között az, amit kultúrának nevezünk, ami intim, ami emberi, ami tehetség, amit nagyon kevesen tudnak egyébként közülünk, és nagyon sokan élvezzük az ő tehetségüket. Több... Ezt a beszélgetést itt kéne abba hagyni. Ez annyira plasztikus volt, és annyira szép volt. Köszönöm, mehetek. Hogy nem, nyilván maradjon, csak nem, szerintem, hogyha az a kérdés felmerül valakiben, hogy minek erről beszélni, meg minek kell ez a kultúra, ez a hülyeség, igen. Erre ez egy válasz. Igen. Ez a válasz. Az a helyzet, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a kultúra az a tejszínhaba tortán. Ha van rajta, nagyon jó, ha nincs, akkor is finom a torta. Ez az az elavult, semmi eredményt nem hozó és ostoba nézőpont, ami ellen szívesen hozok nemzetközi példákat. Fiatalok 100 milliói bolondulnak a dél-koreai zenéért, az úgynevezett K-popért. Azt kérem, nem azért van, mert a dél-koreaiak 1000-szer tehetségesebb zenészek, mint a környéken levő bárki. Abban nagyon erős kultúrpolitika van. Látott már olyan európait, aki nem ismeri a sushit? Nagyjából azt tudják, igen, hát persze. A 60-as évektől kezdődően a japán kulturális politika soft power, a puha hatalom, egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy Japánról megváltoztassa azt a képet, ami a világháború miatt benne élt az emberekbe, és ezt nem tömegtüntetésekkel, hanem ezzel a lépéssel. A japán az jó, az finom. A sushi az finom. Éppen ezért. Ezért a kulturális politikának, hogyha az a célja, a gyönyörködtetésen túl, hogy az ön azonosságtudatot, az összetartozást mások számára is, akik nem a mi nemzeti közösségünkhöz tartoznak, vonzóvá tegye, akkor van és lenne feladata, most nem ezt az utat járja. Na de... A kultúra az ugye mindig kicsit politika is azért. Persze. És a kultúrpolitika pedig szereti megmondani, hogy merre van előre. Most a mi kormányunk nagyon erős nemzeti gyökerekkel rendelkező politikáról beszél mindig. A nemzeti kultúra az, amit a politika mond, vagy a nemzeti kultúra az, ami bennünk van? Miért gondolja, hogy azért, mert ez egy... nagyon sokszor használt kifejezés, a dohánybolt is nemzeti. Hogyne, minden nemzeti. Akkor az én érzésem a kultúrával kapcsolatban, miközben nem vagyok ennek a kormánynak híve, az önérzése, akiről nem akarok feltételezni, hogy bármelyik oldal támogatója, de gondolom, hogy a magyar kultúrát tiszteli, az kevésbé nemzeti, mint aki ezt napjában háromszor elmondja. De hát nem ez a kérdés, de... nem ez a kérdés ma Magyarországon?
nem vagyok hajlandó ebbe belemenni ebbe az utcába. Tudnék akkor azok szerint, a játékszabályok szerint játszom, amit akarnak nekem diktálni. Dehogy is. Engem az érdekel, hogy a kulturális politikának az én felfogásom szerint az a célja, és annak idején ezt próbáltam megvalósítani, hogy keretet, terepet biztosítson, és amennyire lehet finanszírozást. De azt nem mondja meg a kulturális politika, hogy ki a jó Ádám, és ki a tehetséges Éva. Akkor szerepet téveszt. Akkor belemegy olyasmibe, ami nem dolga. Biztosítja, hogy egy nagyszerű előadás születhessék ismét. Én például várom a Radnótiba Szofoklész Oidipuszának újabb verzióját, márciustól el is fogok menni, meg fogom nézni, hogy az mi. De gondolja, hogy bármikor, akár miniszterként, akár képviselőként, vagy itt ülő, az ön kérdéseire válaszoló emberként, bármikor mertem volna a jogot azt mondani az igazgatóasszonynak, vagy a rendezőnek, hogy hát pedig ezt így kell, mert akkor van finanszírozás. Ebben látom az igen jelentős különbséget. És még valami. Most valami olyasmire szeretnék utalni, amit bármilyen furcsa, öntől idézek. Láttam egy beszélgetést karácsony előtt önnel, az önök tévécsatornáján futó, általam nagyon kedvelt vetélkedő, vagy inkább szórakoztató tudományos műsorról, a Génius. Génius. Nagyon kitűnő volt, uram. És amikor erről beszélt ön a szerkesztővel, azt a kifejezést használta, hogy ez tudás alapú versengés. Így van. Emlékszik rá? Hogyne. Hurrá! Ez a világ erről szól, szerkesztő úr. Ha ebbe részt tudunk venni, és ebbe a legszélesebb értelembe vett tehetség kibontakoztatást kell érteni a tudásba, az a festőnek a tehetsége, az a színész csodálatossága, az a levéltáros hozzáértése, az a művelődési ház igazgatójának közösség teremtő képessége, akkor jók vagyunk. Ha meg akarod mondani, hogy mi legyen a művelődési ház programja a minisztérium egy szegletéből, akkor el kell téged hajtani. Én nem engedtem soha. De nem azt mondják ám meg, és ezennél éppen ezért sokkal ravaszabb. És nem az történik, hogy megmondják, hogy ki lehet Éva, és ki a tehetséges Ádám, hanem azt mondják, hogy ezt nem finanszírozzuk. Azt igen. Oda adok pénzt, ide nem adok. Tehát a művelődéshez igazgató már csak azt tudja meghívni, ami létrejön, azt az előadást. A többit sajnos nem, ugye a független színházakról beszélünk, ha én most erről beszélek. És ez egy értékválasztás, azt nem tagadhatjuk, most nemzeti vagy nem nemzeti, mi az alapja, mi a gondolkodásmód lényege, de értékválasztás. Így van. Az értékválasztás az persze azt feltételezi, hogy eleve létező értékek között történik meg a választás úgy, hogy az egyiket támogatom pénzzel, a másiktól pedig elvonok, vagy nem adok. Mivel én sokszor készítettem kulturális költségvetést. Nem egyszerű, és sosem lesz elég. Tudom, hogy mire hivatkoznak történetesen, hogy a magyar kulturális költségvetés a költségvetés egészének arányába magas. Azért, mert óriás és nagyon költséges épületeket húztak fel, aminek fenntartása sokkal többe kerül, mint a fél magyar közművelődés egésze. De ettől én még beszélni fogok a Kisvárosi Művelődési Házról. És beszélni fogok arról a könyvtárosról, aki lehet, hogy nem olyan csillogó munkát végez, mint egy színész, vagy akár egy nagyszerű festőművész. De ez az alapja a kultúrának. Ahogy az oktatás ügybe, az alsó tagozatba tanuljuk meg a legtöbbet, és nem az egyetemen, bármilyen furcsa, hogy kell írni, olvasni, számolni, ezek a legbonyolultabb dolgok. Úgy a kultúra alapja az a fajta közművelődés, amit számunkra biztosít egy művelődési ház, egy levéltáros, egy könyvtáros munkája, amiről beszélnem kellett ma egy sajtótájékoztatón, mert valóban őróluk megfeledkeztek finanszírozás értelmében. Ezért azt szeretném javasolni, hogy az elkövetkező 3 évben a magyar közművelődés infláció felett 10%-os béremelést kapjon, és hogy 3 év alatt alakítsanak ki egy olyan életpályamodellt,
szívesen adom a tapasztalatomat és a tudásomat ehhez társaimmal együtt, hogy ez egy megbecsült területe legyen annak a tudás alapú versengésnek, amiben a világ él, és amiben mi sokkal-sokkal jobbak lehetnénk, hogyha kihasználnánk azt a fajta sokszínű tudást, ami létezik. Ha most jól értettem, akkor, na hát itt jön a politika rögtön, akkor Csák János miniszternek, hiszen hozzátartozik ez a terület, ajánlotta fel az együttműködését. El tudja képzelni, hogy egy ilyen együttműködés mondjuk szakmai alapon létrejön? Értem a kérdését és a mögötte meghúzódó állítást is, amire, hogyha egyszerűen válaszolnék, akkor meg is lenne holnapra a politikai hír szlogen. Nem megyek bele ebbe. Nem a kormányzatnak ajánlom fel az együttműködést, hanem tisztelem és becsülöm a magyar közművelődést, ezért azoknak a civil szervezeteknek, szakmai szervezeteknek, szakszervezetnek létezik ott. De nem ők fognak bért emelni életpálya modellt javaslatot készíteni. Igen. Nézze, én is tudom, hogy milyen költségvetési tétel, és hogy hogyan kell ezt csinálni. Bármilyen furcsa, 14 év kétharmados Fidesz uralma után, a rendszerváltás óta még mindig én vagyok, aki a leghosszabb ideig kulturális miniszter volt ebben az országban. Talán dicsekvésnek hangzik, de én most tényként közöltem. Egyébként büszke vagyok rá. Kimondottan büszke vagyok. Az összes problémával együtt. Szerettem. Ezért a területtel való együttműködés az nekem szívügyem, és amikor nem politikáról gondolkodom, akkor is eszembe jut. A kultúráról gondolkodni nagyszerű dolog. Tök jó. Hajnalig beszélgetni emberekkel, lehet, hogy kell hozzá 2-3 pohárból. Így van. De elképesztő dolgokat lehet kihozni. A politika, tudja mit? A politika csak fizesse a bort. A többit ezek a remek emberek meg tudják csinálni. Hiller István, köszönöm szépen, egészségünkre. Egészségünkre.